egy kicsit kizökkentünk a bajnoki ritmusból, egy kicsit más ellenféllel találkoztunk, mint a magyar csapatok. Hogyan értékeled ezt a dunaszerdai találkozót? Igazi tesztmérkőzés volt. Egyrészt ugye játékrendszer tudtunk tesztelni, más játékrendszer próbáltunk ki, más felállási formát, mint amiben eddig játszottunk, sőt azon belül is váltottunk. Olyan játékosok is kaptak lehetőséget, a bajnokságban kevesebbet, olyanok is, akik ugye most a átigazolási időszak végén csatlakoztak hozzánk, illetve 4 akadémista is beugrott a mélyvízbe, úgyhogy tényleg teszteltünk. Ami fontos, hogy sok gólhelyzetet tudtunk kialakítani, egyet gólra is váltottunk, így alakult ki 1-1-es ugye végeredmény, de emellett ugye kapufa eljutottunk tényleg komoly helyzetekig, viszont nyilván nem azt jelenti, hogy elégedettek lehetünk, hiszen ez a mérkőzés is mutatott meg olyan problémákat, amelyből előre kell lépni. Az lehet az egyik, hogy nem passzolták oda a labdát, amikor kellett volna a nagy gól helyzetben, nem ismerték meg annyira egymás mozgását? Igazából ez döntés kérdése volt, valóban volt olyan lehetőségünk, amiből gólt érhettünk volna el, hiszen gyönyörű kontratámadás végén egy jó döntéssel gól lehetett volna. Nyilván azt sem mondhatjuk, hogy nem ismerik egymást ezek a játékosok, hiszen pont két olyan játékos között lett volna ez a kombináció, akik együtt már töltöttek el sok időt a pályán, viszont ehhez kicsit több alázat kell egymás felé, tehát itt nem az a lényeg, hogy kirúgja a gólt, hanem az, hogy gól legyen, hogy tudjunk vezetni, hogy tudjunk győzelmet szerezni. Nyilván egy tesztmérkőzésen talán kicsit több belefér, mint egy bajnoki mérkőzésen, viszont az itt alkalmazottak fognak ugye, hogy is mondjam, beidegződni majd a mérkőzésre, úgyhogy fontos akkor az is, hogy itt is úgy oldjuk meg a játékhelyzeteket, mint egy bajnoki mérkőzésen oldalánk meg. Említetted ugye az akadémistákat, nekem nem tűnt föl, hogy a két szélén mondjuk védőt cseréltél, mert nagyon jól beilleszkedtek a rendszerbe. Igen, a Radka egy kicsit bizonytalanul kezdte a találkozót, már amikor beszállt, viszont nagyon feljavult a játéka. Azt tudjuk, hogy nem ez az igazi posztja, viszont a válogatottban is játszik jobb oldali szélső védőt, és azt gondolom, hogy tényleg a kezdeti megéletődés után ő jól vette fel a ritmust, illetve én azt gondolom, hogy az összes fiatalt ki lehet emelni, hiszen többiek is nagyon bátran szálltak bele a mérkőzésbe, nem voltak megszeppenve, nyilván ez gratulálok azoknak a társaknak is, ugye, akik a felnőtt csapatot alkotják, és biztatták a fiatalokat, illetve kisegítették, hogyha kell.